klub legendáink bár már visszavonultak az élsporttól, nem távolodtak el a labdarúgástól, sőt, aktív pályafutásuk után is hűen és elszántan képviselik a Ferencvárost, akár a veteránok, akár az öreg fiúk között. 2013-14-es bajnokságban kezdtük el az egészet, akkor neveztünk be a bajnokságba, de akkor a sok csapat volt és a másodosztályba kellett kezdenünk. Azt sikeresen megnyertük, és ahogy felkerültünk az első osztályba, sikerült azt is egyből megnyerni. És azután voltak kisebb hullámok, stb. Hullámvölgyek, stb. De azóta az utolsó három évben nagyon jól játszott a társaság, és ott voltunk a második, harmadik helyen, és a mai napon tulajdonképpen felértünk a csúcsra. Most már várjuk a fiatalabbakat is, az öreg fiúkból, akik át tudnak ide jönni, mert azért megmondom őszintén, nagyon öreg a mi átlag életkorunk, tehát már eléggé korosak vagyunk. Gondolj bele, én már a 67-et taposom, reméljük, hogy megélem, és nagyon nehéz felvenni most már az 54-55-56 éves fiatalokkal a versenyt. Elnyűhetetlen védőnk, Keller József elszántságát és fradizmusát mi sem bizonyítja jobban, mint sem az, hogy az öreg fiúk mellett veterán együttesünknek is aktív tagja. Ez nagyon nagy dolog, beleéregettem, úgymond beleidősödtem a veteránba, és találkozhatok olyan társokkal, régi csapattársakkal tudok együtt játszani, ahol látok nagyon jó hangulat, élvezzük, lejátszuk a mérkőzést, leülünk utána, beszélgetünk egyet, mindenki iszik egy pohár üdítőt vagy egy sört, és elbeszélgetünk a múltról és a mérkőzésekről, úgyhogy ez egy szenzációs dolog. Korábbi közönségkedvencünk Lisztes Krisztián is az öreg fiúknál rúgja tovább a bört, aki a mai napig szívesen találkozik a régi új társakkal. Én azt gondolom, hogy sikerült fiatalítani, és mindig jönnek régi új játékosok, akikkel tényleg nagyon jó találkozni igazából. Nyilván nem csak az eredményről szól, hanem arról szól, hogy méltóképpen megünnepeljük a karrierünket, és örülünk, hogy találkozunk ezekben a hétfőkön. Néha picit ugye fáradtabb az este 8-kor kezdődő mérkőzéseken, nap végén sokan munkából jönnek, de ennek ellenére tényleg nagyon nagy öröm és még mindig büszkeség azért a Fradi címedest ezt felhúzni, úgyhogy jó érzés, legutóbb is szurkolók is elkísértek minket, most is mindig itt vannak a törzs szurkolóink, úgyhogy tényleg szuper csapat vagyunk még mindig, ha lehet így mondani. Kazi Tamás attétaként történelmet írt az FTC-vel, hiszen először nyerték meg a csapatbajnoki címet, de öreg fiúk csapatunknál is szeretne szép sikereket elérni. Nekem ez egy hatalmas megtiszteltetés, hogy egyáltalán atlétaként tulajdonképpen engem hívtak és befogadott ez a közösség. Rendkívül jól érzem magam itt, valóban ahogy mondtad is, ez volt az első szezonom, de sajnos elég foghias volt, tehát azért elég sok edzést tartom, dolgozom mellette, illetve azért a családra is próbálok összpontosítani, ugye eddig nekem azért az atlétikai karrierem miatt rengeteget utaztam, edzőtáboroztam, versenyek, stb. Úgyhogy azért szeretnék rájuk is időt szakítani, de amikor tudok, akkor jövök és igyekszem segíteni is a csapatnak. Számomra ez egy fantasztikus öröm, és mindig motiváltan jövök, tehát visszavonultam az élsporttól, de mégis amikor meccsekre jövök, akkor van bennem egy kis adrenalin, egy kis izgalom, és elég motivált is vagyok. Ugye a történelmi siker, amit elértünk az atlétikai csapattal a Fradiban, ugye első alkalommal megnyertük a csapatbajnokságot. Én nagyon szeretnék a labdarúgó csapattal is, még hogyha kvázi öreg fiúk csapattal is, de a Ferencváros labdarúgó csapatával bajnoki aranyérmet szerezni.